Üdvözlök mindenkit, Necrokrim vagyok, jön egy kis Warframe update. Mi várható a War Within után, előtt, közben, mellette, mert a War Within úgy néz ki, kb. Soha nem jön ki. Na jó, félreértés ne essék, most mondom nektek, nagyon-nagyon fontos War Withinhez, hogy ki tud játszani majd azt a questet. Addigra legalább Master Rank 5-nek kell lenned, a Second Dreamig kész kell legyél a fontos küldetésekkel, tehát az ilyenek, hogy más a mirázsa, ez nem számít, de az olyanok, mint a Stolen Dream, Second Dream, Nata Quest, ezek meg kell legyenek, és még egy rottentően nagyon fontos dolog, a Sedna Junction ki kell legyen nyitva, tehát a Sedna Junction-t meg kell csinálni. A Sedna Junction a Plutónál található, talán az egyik legmacerább junction, szóval, de ki kell nyitni. Ha nem nyitod ki a Sedna Junction-t a Plutónál, akkor nem fogod tudni játszani a War Within-t. Nos, ezen túlestünk, úgyhogy ne tegyétek fel azt a kérdést, hogy miért nem tudom játszani a War Within. Azért nem, mert nem nyitottad ki a Sedna Junction-t, és nincs kész a Second Dreamig, a fontosabb questek, ezek mind meg kell élnek, és ugye Master Rank 5-öt érd el, mert le kell gyártanod egy Master Rank 5-ös fegyvert a Sedna Junction-höz. Nos, következő dolog, fog jönni egy új gameplay, egy új game mode, az szólt névre fog hangzani, nem spoilereztek el túl sokat belőle a devstreamhez, de ez lesz a leghosszabb, nem véges, tehát nem végtelen küldetés. Tehát lesz egy vége, be lehet fejezni, és egy tök jó, egy ilyen kis mini single player-t kapunk ezzel, nagyon szép pályákon lesz, és most először a küldetéseken belül Archwing fegyverek, Archwing fegyveresek is fognak jönni támadni ránk, kurva jól nézett ki az egész, a Destiny-ben nagyon szép, és tehát a Warframe folyamatosan tök jó grafikai update-eket kap, ez egy tök izgis dolog, és még ami a rettenet jó, nagyon fontos, egy kicsit végre visszahozza a Warframe-nak a régi világát, nem ezt a folyamatosan megyünk csak relikért, minden egyes alkalommal reliket farmolunk, 5 perc után kijövünk, újra lehetőség van végtelen sokáig bennmaradni egy küldetésen addig, ameddig bírod, mégpedig úgy, hogy minden adott körnek a vége felé megjelenik egy kis számláló, és annak a számlálónak a végén eldöntheted, hogy kimész a játékból, vagy beleraksz egy újabb reliket, és folytatod ugyanazt a játékot, és így végre, köszönöm sem, újra bent tudsz maradni játékban hosszabb ideig, egy játék alatt, nem csak egy Prime cuccot kihozva, hanem többet is kihozva. Jó, ezzel mindig nem az a rendszer, mint régen, hogy egy kulcssal kihoztál rengeteg Prime cuccot, de nem számít így több relikkel, de kihozhatsz 4, 5, 6, 7 Prime cuccot, és hogyha társakkal vagy, és valakinek jobban dob, másikat dob, kicserélgethetitek egymás között, szóval ez egy fantasztikus dolog lesz a Warframe végre, egy kicsit visszajött, végre újra lesz értelme modolni a nehezebb küldetésekre. Nos, srácok, ezt emelném ki, így nagyon gyorsan, nagyon egyszerűen, szerintem ez egy tök jó dolog, és nagyon örülök, hogy megcsinálják, főleg ezt a relikes részt. Nagyon érdekesnek és jónak néz ki ez az assault mód. Több kisebb küldetés lesz a a főküldetésen kívül. Ezen csak ez az egy játékmódon belül, ami egy viszonylag hosszabb játékmód lesz. Archfingersek fognak ránk támadni közben, nagyon szép pályákon, tehát a Holdon, olyan Hold-szerű pályán mutatták be, vagy a Devstream-be, aki nézte, és kifejezetten, és Fletcher, kifejezetten örülök ennek a relikformolós, új relikformolós dolognak, és ez egy tök jó dolog lesz, és újra értem, hogy van egy kicsit visszamenni a Warframe-hez. Nos, köszönöm a figyelmet, következő videókig, szevasztok!